Kis szakasz, nagy szakasz. Hát akkor alá szolgálja. Mi ez? Azt hittem, maga is felszáll. Igen, de előre megyek a kis szakaszba. Vagy úgy? Na, viszontlátásra. Míg a perróra felszállok, futok is elégedettségérzést könyvelek el, féltudatosan, gépiesen. Ezekre szüksége van a léleknek, mint táplálékra a testnek. A létfenntartáshoz szükséges önérzet mennyiséget ezek tartják egyensúlyban. Freud Zsigmond Lustprinzipnek, öröm elvnek nevezi ezt az állandó kettős könyv vezetését lelkünknek, melyben jót és rosszat bevezet, hogy minden percben mérleget tudjon csinálni, ha jelentkezik a rovancsoló kérdés, akarsz-e tovább élni? Most ezt jegyzem föl, sokat kínlódtam, valahogy mégis tartom magam, nem kerültem le a társadalom legalsó földszintjére, ha valami magas emeletre nem is jutottam fel. Autóm nincsen, de van rendes villamosbérletem. Akárhová és akármeddig utazhatok vele a polgári szakaszban, ahol nem rőf fel, mérik a távolságot. Szegény Kropf, itten például, hát ennek még annyira se sikerült, mint nekem, mi tűrés tagadás egészen lecsúszott. Ha be nem hozzák, ezt a kis szakaszrendszer gyalog járhatna, így valahogy eltengődik. No persze, dolgozni kell az embernek, ha valahogy fent akarja tartani magát a létért való küzdelemben. Dolgozni bizony, néha kicsit tülekedni, nyomakodni, könyökölni is, mint most. Ördög vigye, de tele vannak ezek a kocsik mindig. Igazán lehetne többet járatni. De hát azért vagyok egy erős harcos férfi. Lám, milyen szépen előre nyomtam magam. Ülőhely ugyan nincs, de megkapaszkodom a szíban. Itt bent legalább nem lépik le a sarkam. Kár, hogy nem lehet tovább ettől a korláttól. Áhá, persze. Innen már kis szakasz. Alá szolgálja, hát megint találkoztunk. Nini persze a Kropf. Kropf a kis szakaszon. Itt ül mellettem mindjárt a korláton túl. Ül bizony. Még üres hely is van mellette, amin senki se ül. Jó napot, mondom leereszkedően, azzal az elnéző jósággal, amivel rabokkal beszélünk, akiket szigorú rács választ el a szabadon járó szabad akaratú polgártól, vagy alacsonyabb osztálybeliekkel tüntetően éreztetve, hogy mi demokraták vagyunk, nem törődünk az osztálykülönbséggel. Zsúfolt a kocsi, jegyzi meg Kropf. Igen, kicsit zsúfolt, jegyzem meg. Miért nem tetszett kis szakaszt váltani, szerkesztő úr? Itt le lehet ülni, több hely van. Bérletem van. Vagy úgy, azzal persze nem lehet ide átjönni. Hát igen, bizony, azzal nem. Hát ez egy kicsit idegesít. Hogy a kis szakaszon, ahol 6 fillért fizetnek a menhelyszerű és kifőzésszerű szükséglakásban, kényelmesen ülnek az emberek, mi pedig adófizető és szakaszfizető és vonal és a továbbfizető polgárok áldogálunk és nyomorgunk, mint a heringek. Na mi az? Erdőben vagyunk? Szamarak vagyunk, mi középosztály. Ha osztályunk legaljára kerültünk, úgy érezzük, vége a világnak. Nincs tovább, főbelőjük magunkat. Holott csak svungot kellene venni, áttörni a tetőt, és a következő osztálynak a legfelsőbb színvonalán találjuk magunkat. Hirtelen elhatározással oda súgok Kropf úrnak. Kropf úr, adjon kölcsön egy tantuszt, majd odát megadom. Tessék parancsolni. A kalauz éppen elfordult, átbújok a fekete szíj alatt, és elégedett sóhajjal kényelmesen letelepszem Kropf úr mellett.